Üdvözlök minden kedves nézőt, Polgár Attila vagyok, és ebben a videóban egy LP08-as pisztolyt szeretnék bemutatni. A P08-as Luger tüzérségi modellt. A fegyver kalibere a 9x19 mm-es Parabellum pisztolytöltény, melyből 8 darab fér a fegyver tárjába. Jelen pisztoly 1917-ben készült a német fegyver és lőszergyárban. A fegyver részleges szétszerelését minden más fegyver esetében a töltetlenség ellenőrzésével kezdem. Ehhez eltávolítom a fegyver tárját a bal oldalt található tárkioldó gomb megnyomásával. Majd hátrahúzom a fegyvernek a csukló szerkezetét. És megbizonyosodok afelől, hogy töltetlen a töltényűr. Ezt követően a szánt kissé hátrafeszítem, majd a szétszerelő kart függőleges helyzetbe állítom. Ezt követően az elsütő szerkezet paneljét leemelem, majd előrefelé leemelem a csukló szerkezetet a tokról. Itt látható a szerelt szerkezet. Ezt követően a csukló tengelyét kitolom. És hátrafelé eltávolítom a csukló szerkezetet a villából. Itt látható a fegyver zárja a csukló szerkezettel. Utolsó lépésként a szerelőkulcs segítségével elforgatom az ütőszeg záró elemét a zárban. Kissé betolom, benyomom, majd elforgatom. Ezt követően el tudom távolítani az ütőszeget a zárból. Az összeszerelés pedig fordított sorrendben történik. Visszahelyezem a záróelemet. Elforgatom, majd rögzített állásába helyezem. A csukló szerkezetet visszahelyezem a villába. Visszatolom a tengelyét. Ennek egyik vége peremes. Balról jobbra tudom visszahelyezni eredeti pozíciójába. Majd a szerelt egységet visszahelyezem a pisztoly tokjára. Ennek során ügyeljünk arra, hogy a feszítő elem összekapcsolódjon a leírás szerint. Fejjel lefelé helyezzük fel a csukló szerkezetet annak érdekében, hogy a zárakasztón túlhaladjon, majd lebillenve össze tudjon kapcsolódni a feszítő elemmel. Végezetül visszajelzem az elsütő panelt, illetve kissé hátra húzva
A szerelő kart visszahelyezem eredeti helyzetébe, ezzel rögzítem a szerkezetet. Ellenőrzöm a működést, felszállítom a fegyvert, és visszahelyezem az üres tárat a pisztolyba. Végezetül megemlíteném még, hogy a szerelő kulcsnak kettős funkciója van. Első körön az ütőszög kiszerelése a zárból, illetve a markolott panelek leszerelése, mint csavarhúzó, illetve tározásnál fel tudom helyezni pisztoly tárjára, mint egy új támasz, megkönnyítve ezáltal a pisztolynak a tározását. Köszönöm, hogy megtekintettétek a videót.